Szeptember 30-án Taktabályra érkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Gottszégen György Országos Kardiológiai Intézet által közösen indított 62 települést érintő országos szűrőbuszprogram. A 2019-ben elkezdett Helybe visszük a szűrővizsgálatokat című kezdeményezés az egészségmegőrzést és a megelőzést támogatja a felzárkózó településeken. A szűrőbuszokkal az általános állapotfelmérés keretében többek között testtömeganalízist, vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérést, EKG és nőgyógyászati vizsgálatokat, szükség esetén pedig kardiológiai szakorvosi konzíliumot is biztosítanak, továbbá egyéni prevenciós és életmódtanácsadás is történik a helyszíneken. Örülök, hogy itt lehetünk Taktabályon. Ez a program, a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat program, a felzárkozó települések hosszú távú programjához csatlakozik, arról szól az a célkitűzésünk, hogy azokra a településekre elvigyük a szűrővizsgálatokat, bizonyos szűrővizsgálatokat, illetve az általános állapotfelmérést, ahol a település valamilyen adottsága, akár közlekedési viszonya, akár szociokulturális összetétele, akár gazdasági jellemzői miatt nehezen vagy egyáltalán nem lennének ezek a vizsgálatok elérhetőek. A felzárkózó települések hosszú távú programjában most kormányhatározott szinten 300 település került bele, a KSH bizonyos mutatók alapján válogatta össze ezeket a településeket. Jellemzően 3000 fő alatti lakosságszámmal bírnak ezek a települések, de az a jellemző, hogy az 1-2000 fős településeket látogatjuk meg. 2019-ben indult ez a programunk, a számaink exponenciálisan emelkednek, akár a meglátogatott települések száma, akár a lakosság körében a részvételi arány. Nagyon szerették, nagyon nagy elismeréssel, nagyon nagy köszönettel fordulnak felénk, és hálások az emberek, hogy az ők is falujukba elhozzuk ezeket a vizsgálatokat. A szűrőprogram Rézműves János polgármester kezdeményezésére ért el Taktabályra. Pandémia adta az ötletet. Ugye, mint tudjuk, az országban most az a jellemző, hogy a kórházakban nem nagyon, illetve az egészségügyi központokban nem nagyon lehet időpontokat kapni, és akár egy kardiológiára, egy nőgyógyászatira, vagy bármilyen ilyen orvosi vizsgálatot mondhatok, amire sajnos hónapokat kell várni, és ha már menni kell, akkor nagyon súlyos ez, amikor egyből fogadják az embert. És ez adta az ötletet, hogy ha idehoznám ezeket a szűrőbuszokat, amiről hallottam már, akkor másfél-két óra alatt 5-6 olyan vizsgálatot el tudunk végeztetni. Szűrést meg tudják az emberek csináltatni, ami másfél évbe is beletelhetnek. Hál' Istennek nagy örömmel fogadták, nálunk már volt egy oltóbusz, és ott is nagyon nagy volt az érdeklődés, sokkal többen jelentkeztek, tehát szűrni kellett az embereket, és beszélni velük, főleg a fiatalokkal, hogy egy később időpontban újra tudjuk oltani. Nagy volt a sikere, ezt is nagy örömmel fogadták, és az autóbusznál is, és ez a szűrőbuszoknál is nem csak taktabályi lakosokat, hanem a Takta közből, itt a környező településekről is nagyon szívesen fogadtuk a szűrésre érkezőket. Az eseményre ellátogatott Konz Zsófia országgyűlési képviselő is. Ennek a busznak az útja, arról tájékoztattak itt a kollégák, hogy lassan véget ér idén, és végignéztem azokat a településeket, ahol járt ebben az évben, és a választókerületünkből igazából Taktabályra jutott el, úgyhogy én ennek is nagyon örülök, hogy ilyen fontos helyet tölt be Taktabály. Ez nagyon-nagyon praktikus, mert másfél óra alatt gyakorlatilag rengeteg különböző vizsgálaton át lehet esni, úgyhogy akikkel itt beszélgettem, azt láttam, hogy nagyon örülnek neki a környékbeliek. Ugye ebben az évben ez a busz eljutott Taktabályra, ezen a napon folynak ezek a vizsgálatok, itt a kardiológiától kezdve a nőgyógyászaton át, a vérvételen keresztül és egyébként légzésvizsgálatokon keresztül nagyon sokféle ilyen lehetőség van, és az a terv, hogy majd ez a busz két év múlva esetleg visszajön a településre, és akkor lesz egy ilyen rendszeres vizsgálat. Úgyhogy én nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma itt segít, és azért ez nagyjából 25 egészségügyi dolgozót jelent.
A program célja a szűrővizsgálatok népszerűsítése és az egészségmegőrzés tudatosítása mellett az, hogy a lehető legkorábban kiszűrhetők legyenek a betegségek, és időben megkezdődhessenek a szükséges kezelések. A kiszűrt lakosok szakszerű iránymutatást kapnak mindazon további lehetőségekről, amelyeket már az egészségügyi ellátórendszeren belül vehetnek igénybe.